Hello, sziasztok! Az Assetto Corsa Competition-ről egy kis box kiállás videó, hogy tudja mindenki, illetve megtanulja, hogy mit kell állítani, hogy kevés időt töltsön a boxba, illetve mit kell tenni azért, hogy ne szaladjon be a boxba. Tehát igazából itt a mai nap a boxot, illetve a festésre fogunk még ránézni, hogy kell a festést elhozni, illetve saját autónak a kinézetét megváltoztatni. Úgyhogy induljunk is el. Először a boxról egy rövid kis videó, hogy nagyjából mit érdemes, illetve hogy érdemes, és akkor ezt menet közben fogom mondani, hogy mit lehet és hogy lehet csinálni. Na, most egy sima kis, egyszerű kis rész, úgyse az a lényeg most a verseny, hanem egyszerűen csak elindulunk, és akkor mutatom magát közben azért belövök egy kis beállítást, hogy ne bénázzak a pályán. Úgyhogy, és akkor kimegyünk majd a boxba. No, a The track temp következő. is 39 Celsius. Get ready. Elrajtolunk. Igazából elő lehet hozni a dolgokat egy gombnyomással. Majd ezt is megmutatom, hogy melyikkel. Elrajtoljuk. Tehát ez végül is ez a pitstop tábla. Ez ugyanott lesz, ahol a helyezéseket látod, illetve hogy ki hanyadik helyen áll, és akkor ezt elő lehet hozni, és menet közben is ugye lehet álligatni. Már előre be lehet lőni a dolgokat. Low tire pressure, stay away from curbs. Úgyhogy most ez így egy szépen egy kicsit lefog, és akkor mindjárt elrajtolunk, és akkor itt menet közben fogom mondani a Floor it. Bal oldalt figyeld! Balról oké, tiszta! Autó jobbra. A lényeg, hogy Még ott van. nem Oké, közvetlenül, tiszta hanem a jobb oldal. egyszerűen majd bemegyek a boxba. Úgyhogy most várunk egy kört. De annyi mindenképpen fontos, hogy ezt a táblát, ezt be kell, tehát gombra kell rakni, hogy ezt tud váltani. És majd megmutatom utána a box után, amikor bementem, hogy melyik gombokra mi van rakva körülbelül. Melyiket fontos berakni ahhoz, hogy menet közben a boxot el tud intézni. Előre beállító stratégiákat is lehet, de hát az mindenképp azt is lehet, hogy menet közben aki kalibrálni szeretne, az kalibrálhat, akár menet közben is. De igazából elég, ha úgy mentitek el, hogy megcsináljátok a menüben magát a beállításokat, hogy milyen gombnyomással induljatok el, milyen fékrendszerrel, stb. A versenyen, és azt már alapból beadja, amikor belépsz a boxba. Úgyhogy most szépen be is fogunk menni a boxba. És csinálunk egy gyors kerékcserét. Most kicsikre vannak véve, úgyhogy nem fognak menni mind az őrültek, de hát nem is ez a lényeg. Most szépen bemegyünk a boxba. A fontos dolog rögtön a pitnél. Tehát amikor a pitet kiválasztod, és mész és közelítesz a vonal felé, az egy elég fontos mutatvány. Kísérj, hogy majd 50. De az a lényeg, hogy a pit limiter gombot, hogyha beraktátok, akkor ezt csak egyesben tudjátok váltani. Tehát ha kettesben maradtok, akkor be fogtok szaladni a boxba. Watch your speed limit in the pits. Ezt automatán kirakja ezt a táblát. A fontos, én most nem megyek el a boxig, hogy egy beállított stratégiával itt meg tudjátok határozni, hogy mennyi üzemanyagot rakjatok bele. Ezt persze ezeket minden gombra kell rakni. Jó, ha van joystick a kormányatokon, ha nincs, akkor akár az X-re, hogy mennyit tankoljon, hogyha tankolásra van szükség. Alatta rögtön ott van, hogy cseréljenek gumit, és hát a box kiállásnál az egyik legfontosabb lesz szerintem majd a gumicsere. De azért azt vegyük alapul, hogy a gumit is cserél, meg mondjuk itt látjátok alul a féket, ahol ugyanúgy benn van a pipa, akkor az 1,15 percet vesz igénybe. Tehát 1 perc, 15 másodpercig ott fogtok állni a boxba. No de! Ha kiveszitek azt, hogy féket cseréltetek, kiveszitek a pipát, akkor rögtön csak 30 másodperc a boxotok. Hát értelemszerűen, tehát benne van, hogy javítson-e futóművet, illetve hogy javítson-e
a kasznin, ez is kicsit fontosak lehetnek, attól függ mennyire töritek össze az autót. Ha ezt kiveszitek, akkor ugye lengéscsillapítókat nem fog cserélni, ha ezt is kiveszitek, akkor meg nem fogja megjavítani a karosszériát, tehát, de nem fog kevesebb időt tölteni a boxba. Ez annyival nő, ha összetöritek ugye a kasznit és úgy mentek be, akkor értelemszerűen az idő nőni fog. Szóval ezeket alapból érdemes behagyni, mert ha javítani kell, akkor muszáj javítani, tehát olyan futóművel, ami picit sérült, lehet menni, de azok az idők már nem fognak jönni, amit kell. Tehát itt az a lényeg, hogyha a féket nem cseréltek tulajdonképpen, akkor ha kiveszitek innen a pipát, akkor gyakorlatilag 30 másodperce csökken le a boxban való kiállásotok. Mondtam, hogy lehet stratégiákat összeállítani, tehát attól függ, hogy hogy mentitek el. Tehát a kettes stratégiával rögtön más guminyomásokat is be lehet állítani, mennyi üzemanyag, stb. Ezeket igazából be lehet lőni. Úgyhogy lehet variálni majd a boxkárkő. Én nem jöttem rá magát, hogy ezt hogy lehet elmenteni, mert hogy egyet elment, az oké, tehát valószínűleg egyet biztos, hogy el lehet menteni, de hogy többet hogy lehet elmenteni, azt nem tudom. A lényeg a lényegben, hogy a legfontosabb az, hogy a pit limiteretek be legyen kapcsolva, és hogyha nem szükséges, már pedig ilyen rövid futamokon, 30-40 perceseken nem szükséges féket cserélni, inkább a megfelelő verziót kell a fékből kiválasztani, ami végigbírja a versenyt, akkor rögtön csak 30 másodpercig fog tartani pit limiter. Ha benyomtátok az elején a pit limitert, akkor ő avval együtt fog kiengedni. Tehát még egyszer nem kell megnyomni, mikor elindultok a boxból, mert az alapból benn van. Tehát alapból benn van a pit limiter. Úgyhogy nehogy rányomjatok a box, ahogy elindultok innen a boxból, mert rögtön azon nyomban meg lesz büntetve. Fölül ugye mutatja az időt, úgyhogy ez nem gond. És ez már ilyenkor, hogyha egy gombra van rakva, akkor el is lehet váltani és kísérni, lehet, hogy éppen ki hanyadik helyen van, vagy teljesen el is lehet menni. A lényeg, hogy akkor kész vagy, akkor úgyis mondja, hogy mehetsz. Úgyhogy 5 minutes remaining, 5 minutes left. Úgyhogy itt ilyenkor már okay, Peter, that's nem half distance. You're looking good for fuel. Hanem berakjuk egyesbe, és elindulunk a boxból. És amikor ugye értelemszerűen a vonaton, vonalon túlérünk, all clear, push now. Akkor fölengedhetitek a dolgokat. Na most körülbelül ennyi a pittelés. Fastest lap for Manthor, 147.46. Gyorsan visszalépünk a boxba. És akkor magát a gombok, the options, és akkor az optionsbe nem, bocsánat, rossz helyen vagyok. A controlsba, bocsánat, a controlsba. És na hát ez azért érdekes, mert ugye azért sok mindent be lehet állítani, aki ért angolul, annak nem fog gondot okozni, aki meg nem ért, az meg kitapasztalja. De az a lényeg, hogy ez a HUD rész, ez a legfontosabb. Tehát itt van, én beraktam egy gombot arra, amivel előhozom és váltom ezt a táblát, ezzel tudom előhozni és már menet közben is álligatni magát. Az elfogadások, illetve a pipa kivételek, illetve felfelé, lefelé, ugye kell menni a menübe. Tehát ezeket mindenképpen be kell állítani, értelemszerűen, neked ahogy kézre fekszik. Tehát ez elég fontos mutatvány része. De sok minden mást is érdemes beállítani, aki esetleg nem jött rá dolgokra. Például, hogy menet közben a TC-t is állíthatjuk, menet közben a féket előre, hátra, de ugyanúgy az ABS-t is, és ezek azért van jelentősége és érdemes gombra rakni, mert ha leszakad az ég és esik egy eső, akkor bizony a TC-t az feljebb kell rakni, ABS-t feljebb kell rakni, mert úgy fogsz tudni közlekedni, mert ha ezeket nem állítod be, akkor seregni, pörögni fogsz a pályán, és be kell, hogy fejezd a futamot. Nem beszélve arról, hogyha utána eláll az eső, akkor már utána menni, de nem tudsz. Úgyhogy mindenképpen ezeket muszáj lesz beállítani. Hát mindenkinek milyen megfelelő kormánya van, megfelelő gombozata, mire van elhelyezve, button box, bármi, amire rá tudjátok rakni. Ez egy elég fontos mutatvány lesz. De a lényeg az, hogy ott a HUD résznél azt mindenképpen állítsátok be, mert fontos a box kiállásnál. És nem beszélve egy gombra, majd a pit limitert is rá kell rakni, ami majd fölül található valahol. Tehát ezt gondolom, hogy majd ugyanúgy meg fogjátok találni. Jó? Úgy ennyi nagyjából a dolog. Hát a kérdés van, akkor meg majd felteszitek. No, hát akkor most menjünk egy kicsit festegetni is. Úgyhogy innen most így kilépünk, ezt így most hagyjuk az egészet. No, hát itt akkor közben megérkeztünk. A lényegbe, hogy a filterrel lehet szűrni, hogy milyen autókat szeretnél, tehát
megnézni, illetve mit szeretné festeni. Tehát itt ki kell választani egy autót. Mondjuk nekem azért már van egy pár, ami mondjuk festegetve van, de van olyan, ami nincs festegetve. A lényegbe, egy kicsit itt ilyen bonyolult az, hogy mit adsz hozzá, meg mit nem, és mindig a konfiggal kell majd jóvá hagyni, amit csinálsz. De ha mondjuk azt mondod, hogy ez a 48-as, és azt mondod, hogy én adni akarok hozzá, ugye az autókhoz... Tehát itt mindent lehet festegetni, tehát az emberkéket is, az a lényeg, akkor bocsánat, akkor itt egyszerűen nyomunk egy addot, milyen kocsit akarsz festeni, melyik autót szeretnéd festeni, hát most tök mindegy, hogy szerintem, hogy mit választunk, kiválasztunk egy McLaren. Megvan a McLarenünk, rengeteg mindent lehet vele egyébként csinálni. Vannak olyan kategória autók, amivel szinte alig lehet valamit csinálni, ez a Lexus például, az szinte nem lehet festeni, tehát 2-3 csíkot húzhatsz bele, és köszönöm szépen. A többi kocsinál azért ez úgy rendben van. Nagyon fontos része a dolognak, adhatsz neki egy rajtszámot. Az én rajtszámom általában 48-as, rögtön rá is írja az autó oldalára. Adhatsz egy team nevet. Ez lehet, a mi esetünkben ugye a Perfect Sim Liga, akkor az lesz a PSL, de írhatok akár SRC-t is, ugye, kinek mi, de a lényegben, hogy eddig ez megtörtént. Ugye, nézsön, hát itt kiválasztatod, hogy milyen nemzetiségű vagy, ugye, ez azért fontos egyébként, sehol nem jeleníti meg, kivétel, amikor visszajátszásban vagy, és ha a visszajátszásban hagyod a húdnál, tehát hogy kire hagyod a húdot, és van egy olyan húd beállítás, hogy mutatja a zászlót. Tehát ez a zászló miatt fontos, és visszajátszásnál meg tudod nézni a nemzetiségeket, hogy ilyen, tehát itt... Jó, tehát általában mindenki pro-ra állítja, tehát itt is lehet a kupa megnevezését, hogy miért szeretnél, amatőr kupa, nemzetközi, stb. De mindegy, hát mindenkinek, ami szimpatikus, általában mindenki a pro-t használja megnevezésnél. A szponzor feliratokat lehet változtatni, hát itt általában inkább itt a hátsó szárnyon szokott megjelenni, most is, hogy kinek minek, általában akinek Toastmaster kormánya van, az Toastmaster szokott, akinek Fanatec, az Fanatec, és itt a hátsó szárnyon ez tökéletesen jól látszik, itt hátul, hogy milyen, de vannak többfajta Logitech, stb. Nvidia, kártya, márkák, és stb. Ebből szoktak adni egy tizet körülbelül, és a Dazinghez, tehát a kinézethez, az hozzá lehet adni, hogy ugye megad bizonyos csíkozást, akkor így tudom mondani, amihez tudsz menni. Tehát nem tudod össze-vissza festegetni az autót, meg mindenféleket ráírogatni. Azért vannak alapszabályok, és ebből az alapszabályból általában ad egy autónként válogatja, ennél az autónál mondjuk ad 3-at, ami azt jelenti, hogy ezeket fogod tudni átszínezni, de az alapszín itt hátul az maradni fog, az alapszín itt, ami fehér most jelen pillanatban, az is maradni fog. És akkor itt előről is látszik, tehát előről is változtat bizonyos dolgokat, kinek mi tetszik. És akkor mondjuk beállítunk egy ilyet, ez egy elég szigorú és jó beállítás, megvan a 48-as a McLarenre, akkor megvan a Dazing. No. Lehet változtatni az üvegen a feliratokat, kinek mi tetszik. Hát általában a default az a McLaren, és akkor hát én hagyom a defaulton, ez jól néz ki. Most jön a test színezése. Ezek a pöttyök itt nem véletlenül vannak itt. Tehát ezek az a színkombinációk, ami ugye a fehér az itt. A fehér alapot jelenti, a feketét jelenti. Úgyhogy szépen végigmegyünk rajta. Most ha magára a pöttyre, először is, hogy miért szeretnél, tehát hogy mattot, szatént, stb. De látszik is, ahogy változtatja. Tehát hogy most inkább azt mondom, hogy metál. Akkor csillogni fog nagyon, hát kinek milyen a kártyája, hogy jelenít meg, de lehet krómozni is az autót. Tehát azt a részt, ami fehér volt, azt ő szépen átviszi egy krómos felületbe. Tehát ez tulajdonképpen most krómfehér, de hogyha rányomok erre a pöttyre, akkor akár lehet krómlila is, de krómfekete. Tehát itt tudod. Az a lényege, hogy ha mondjuk azt a részt krómosra csináltad, mondjuk legyen egy ilyen
sárga vagy zöld, inkább akkor azt mondom zöld, akkor itt is meg tudod határozni azt, hogy ez most matt legyen, vagy éppen króm legyen. De mondjuk most akkor legyen az egész autó króm, és akkor hogy mi illik ehhez, ugye az ez hozzá lehet különböző színkombinációkat rakni, és akkor egy gyönyörű szép autót lehet összevarázsolni. Általában mindig vannak ilyen alapszínek, amik tetszenek. Na, felnéhez is hozzá lehet egyébként nyúlni. Eleve majd az, hogy hova és mit, azt mondja, hogy ez most nem a felné, most nem néztem, hogy ez mi meg, de akkor ez legyen ilyen, akkor ez legyen ilyen lila, és akkor ez feltűnőbb lesz, de ez most micsoda? Hát angolul nem tudom, mi ez a trim, tehát gőzöm nincs róla, mit változtatott meg. Na jó, hát ez nem nagyon látom, de valamit biztosan változtat, csak én nem látom, de akkor adunk neki egy ilyen szint, hát a kidobja még. Na jó, mindegy, megyünk, és akkor itt is lehet, hogy ez már a felnéhez kapcsolódó dolgok, tehát a feldi belső fele, eleve, hogy milyen színű legyen, metál legyen, kék legyen, stb. És ez a csík, ami körbeöleli magát a felnit, ez a díszcsík, milyen színű legyen, fehér. Ezek pedig, ez pedig a lights, ez az éjszakai, hát helyzetjelző fény, vagy nem tudom minek nevezzem, ennek különböző verziói vannak. Nem túl sokat szoktak belőle adni, általában az egyes az valahol itt megjelenik egy ilyen kis, van akinek az antennája világít, valakinek a csak itt elől egy-két pötty, tehát ki mit szeret, hát úgyhogy ezt is. A lényegbe, hogy ha megvagy, akkor ezt meg tudod nézni, ezt a kis ilyen, meg le is tudod videózni magadnak, egy ilyen sajátságos mutogatós szobába megmutatja neked. Egyszerűen belekattintasz, akkor eltünteni, és hogyha ezt az egészet úgy gondolod, hogy ez így számodra megfelelő, és azt mondod, hogy ez az autó neked így már jó festésileg, ez később egyébként újra lehet, akkor el kell szévelni, és hogyha elszévelted, akkor ezt berakja a saját autóid közé, tehát általában egy rajtszámot használsz, úgyhogy rá fogsz jönni arra, hogyha bemész a saját kis birodalmadba, akkor ott vannak a saját kis autóid, amit eddig festegettél, és akkor ezek között ugye értelemszerűen ott lesz a McLaren is. No, hát körülbelül ennyi a festés, bocs, ha dadogtam itt jobbra-balra, de körülbelül ez így néz ki ez a dolog. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!